Nos, srácok, kezit lábát csókolom mindenkinek, egy olyan videóval jelentkeznék, amit még nem csináltam, viszont már nagyon régóta tervben van. Ez az, hogy naponta rengeteg üzenetet kapok Facebookon, YouTube-on és egyéb más helyeken a nézőimtől. Szóval pár ilyen üzenetet szeretnék bemutatni nektek, amit a nézőimtől kaptam, és úgymond megválaszolni őket. Csapjunk is a lovak közé! Szevad az is! Ciao! Csak annyit szeretnék írni, hogy már azóta nézlek, mikor még nem volt meg 500 feliratkozó, és jó pár százezres feliratkozót nézek, és te lettél a kedvenc. Egy-kettő, meg lesz neked is a 100 000 feliratkozó, és csak annyi, hogy jó darabig folytasd, csak ennyit akartam. Csacsa! Nos hát, nagyon szépen köszönöm ezt az üzenetet, nagyon jól esett nekem, úgy érzem, hogy az ilyen üzenetek miatt van értelme csinálni ezt az egészet. Van értelme felkelni, van értelme videót vágni, van értelme igényesre megcsinálni, de legfőbbképp van értelme önmagamat adni. A srác azóta néz, amikor még nem volt meg 500 feliratkozó, és ez nagyon durva, örülök, hogy van pár olyan nézőm, aki nagyon régóta követ engem. Illetve, hogyha már itt vagyunk, akkor szeretnék nektek egy statisztikát mutatni, hiszen ettől lementem hídba. 2016. május 1-én 359-en iratkoztatok fel rám. 359. Úristen, nem tudom egyszerűen elhinni. Tehát amit ti tudtok művelni, ezzel engem az egekbe emeltek, és nagyon jól esik, hogy van igény arra, amit csinálok, és szeretitek is. Nagyon durva belegondolni, hogy 24 óra leforgás alatt 359-en iratkoznak fel rám. Nagyon durva egyszerűen. Lehet, hogy ez másnak kis számnak számít, de nekem nagyon sok. És mondhatni, hogy ezekkel adtok nekem erőt, hogy folytassam ezt az egészet, és abba ne hagyjam. Mert hát látom, hogy van rá igény. Szóval ezt csak meg szeretném köszönni, hogy egy nap alatt 359-en iratkoztatok fel. Brutálisak vagytok, srácok, imádlak titeket. Csak annyi, hogy jó darabig folytass, csak ennyit akartam, csacsá. Hát, srácok, hogyha ez így marad, hogy ennyire igény van arra, amit csinálok, akkor én ezt abba nem fogom hagyni. Én akkor hagynám abba a videózást, ha már látnám azt, hogy nincs igény arra, amit csinálok, nem jönne a nézettség, az embereknek nem tetszene, akkor abba hagynám, hiszen ez az egész értetek van nézőkért. És hogyha a nézőknek már nem tetszik, amit csinálok, akkor nincs értelme az egésznek, de ez a veszély jelenleg úgy érzem, hogy nem áll fent, szóval nem hagyom abba. Köszönöm szépen ezt az üzenetet, nagyon jól esett. Na nézzük a következőt. Hello Dazis, mostában kezdtem el nézni a videóidat, és nagyon tetszenek, így tovább, és kacsintó smiley. Igen, a srác pont ellentétje az előző srácnak, mert az előző srác ugye már 500 követő óta néz, ő meg csak most kezdett el nézni. Ettől függetlenül az új nézőknek is nagyon örülök, hiszen ugyanúgy teljes tagjai ennek a közösségnek, akik követnek engem. Örülök neki, hogy nagyon tetszenek neked. Köszönöm szépen, hogy bíztatsz engem, ezt a bizalmadat meg fogom hálálni itt a videókban. Nézzük a kövit. Te vagy a kedvenc videósom. Ez, amit tényleg nagyon jól esik hallani. Ez az, amikor érzed azt, hogy valamit jól csinálta, és az emberek szeretnek téged. Nyilván vannak utálók is, de tartja a mondás, hogyha nem utálnak, akkor rosszul csinálsz valamit. Szóval én az utálóknak is örülni tudok, de legjobban ennek tudok, hogy valakinek én vagyok a kedvenc videósa. Olyan jó, hogy visszaírsz, nem úgy, mint más videós. Te vagy a kedvencem. Igen, tehát nagyon sok nézőmnek vissza szoktam írni Facebookon, mint YouTube-on, erre próbálok figyelni, hiszen egy minél közvetlenebb kapcsolatot szeretnék a nézőimmel kialakítani. Nos, már így a mondókám elején szögezzük le, hogy szerintem minden ember egyenrangú. És én úgy érzem, azzal, hogy a nézőimnek visszaírok, érzékeltetni tudom velük, hogy igenis egy szinten vagyunk, és úgymond egy ilyen baráti kapcsolat alakul ki köztünk. Szóval igyekszek mindenkinek visszaírni, aki ír nekem Facebookon, de néha már nem bírom tartani a lépést, mert elég sokan írtok, szóval hogyha neked éppen nem írtam vissza, azt ne vigyed személyes sértésnek, csak már egyszerűen az időm nem engedi meg. Szóval azzal, hogy visszaírok, azt akarom érzékeltetni, hogy nem ti vagytok értem, hanem én vagyok értetek. Te vagy a kedvenc, szóval hát köszönöm, ez ismételten nagyon jó esik. Mindjárt amúgy tényleg bőgni fogok, mert már nehéz visszatartani, tehát amiket itt tudtok írni, annyira meghatnak engem, hogy én elkezdtem ezt novemberben, és nem gondoltam, hogy eljutok idáig, hogy én embereknek a kedvence leszek, és most itt ülök, és itt vagyok, és ez nagyon durva feeling, higgyétek el. Te vagy az igazi, az is? Hát szerintem nem vagyok én akkora celeb, meg akkora sztár, sőt egyiknek se vallom magam se celebnek, se sztárnak, hogy rólam már másolatok készüljenek,
Szóval igen, megnyugtathatlak, én vagyok az igazid az is. Néztem a videóidat és láttam a Pack Openinges videódat, amikor Ibrát nyitottad, és hogy a legjobb videósok között is lehetnél, mint például Lucky. Nagyon szépen köszönöm, hogy te úgy gondolod, hogy lehetnék olyan videósok között, mint Lucky, de én úgy érzem, hogy amit én csinálok, az még messze nem olyan jó, mint amit Lucky csinál. Tehát én messze nem tettem le annyit az asztalra, mint például Lucky. De köszönöm, hogy ezt így gondolod, én próbálok nektek minél minőségibb tartalmakat előállítani, és hát remélem, hogy egyszer majd én is eljutok oda, mint Lucky, de ez csak egy álom. Hello, Dazis! Ciao! Már hogy egy hónapja nézem a videóidat, és legjobban a legrosszabb Facebook kommentek tetszettek. Still. Köszönöm szépen, hogy egy hónapja követed a csatornámat, és hogy neked legjobban a legrosszabb Facebook kommentek sorozat tetszett. Igazából be kell vallanom, hogy nekem is ez a személyes kedvencem önmagamtól, hogyha lehet ilyet mondani. Ciao, Dazis! Ciao! Nagyon jók a videóid, igaz, hogy több egy hónapja nézlek, de én úgy gondolom, hogy belőled simán lehet egy több százezer feliratkozós videós is, csak így tovább, hajrá. Nagyon, de tényleg nagyon jól esik az, hogy ti úgy gondoljátok, hogy én megérdemlek több százezer feliratkozót is, én viszont úgy érzem, hogy ehhez még nem tettem le eleget az asztalra. Tehát ehhez még bőven dolgoznom kell, még minőségbe is van hova fejlődni, meg beszédkészségbe is. Aztán ki tudja, hogy eljutok-e odáig nekem, úgymond az álmom valósulna meg, hogyha elérném a 100 000 feliratkozót. És ti ebben csak segítetek az ilyen üzenetekkel, hiszen ezzel motiváltok engem, igenis van értelme csinálni ezt az egészet, és fejlődni. Köszönöm szépen! Nos, srácok, a mai részben ennyi üzenet fért volna bele, még vannak ilyen üzeneteim, szóval ha szeretnétek ebből második részt, akkor nyomjatok egy lájkot. Még egyszer meg szeretném köszönni mindenkinek, aki ilyet írt nekem, nagyon jó esik. Máskor is írjatok nyugodtan nekem, Facebookon próbálok mindenkinek visszaírni, váltsunk pár szót, beszélgessünk együtt, hiszen értetek vagyok. Szóval találkozunk a következő videóban, én Dazis voltam, csecse!